Mit gondoltok, napi szinten hány döntést hozunk az étkezésünkkel kapcsolatosan? Kérlek, tegyétek fel a kezeteket annál a számnál, amit igaznak gondoltok. 50-nél kevesebb. 50 és 150 között. 150-nél több. Nos, a legtöbben ezt a számot 50 és 150 közé becsültétek. De ez a szám a valóságban, kapaszkodjatok meg, 200-nál is több. Reggelizzek, vagy ne reggelizzek? Kávét, teát, gyümölcslevet, esetleg turmixot igyak? Egy vagy két decit, hidegen vagy melegen fogyasszam. És még csak a reggeli folyadékkal kapcsolatban döntöttünk. Ezekre a döntésekre nagyon sok tényező van hatással. És hogyha nem vagyunk tisztában ezekkel a minket érő hatásokkal, akár az is előfordulhat, hogy kétszer-háromszor, sőt négyszer annyi ételmennyiséget is elfogyasztunk, mint amennyire a valóságban, biológiailag és egészséges formában a szervezetünknek szüksége lenne. Ennek a túlfogyasztásnak vagy túlevésnek aztán meg is lett a következménye. Világszinten, a lakosság körében minden harmadik ember túlsúlyos. A túlfogyasztásnak vagy túlevésnek alapvetően három fő oka van. A biológiai, a környezeti és az érzelmi. Minden hatás összefügg egymással, egyik hat a másikra. És hogyha szeretnénk változtatni az életmódunkon vagy a testsúlyunkon, mindhárom tényező hatását érdemes ismernünk és megvizsgálnunk az életünkben. Az első a biológiai. Ezek az okok közé tartoznak a különböző betegségek tünetei, mint például a cukorbetegség, vagy hormonális problémák, mint pajzsmirigy, de a különböző vitamin és ásványi anyag hiány tünetek, például krómhiány. Nem mindegy, hogy milyen tápanyagot viszünk a szervezetünkbe, mert reagál rá a testünk. Mielőtt enni kezdenél, kérdezd meg magadtól, mit érzek, mit ennék. És nézd meg, hogy valóban minőségi, az egészségedet szolgáló tápanyagról van ez szó. A második a környezet. Ezekhez tartoznak a külső, körülöttünk lévő tényezők, mint például a tányérmérete, csomagolás, színek, reklámok, vagy a vasárnapi ebédnél a nagymama, aki szerint nem eszel eleget. Hogy ezt még jobban szemléltessem, hoztam nektek most egy kísérletet. A kísérletben résztvevőket egy kellemes éttermi vacsorára invitálták. Bevezető fogásként paradicsomlevest szolgáltak fel. Annyi különbséggel, hogy a résztvevők egy részénél egy kicsit meg volt buherálva a tányér. Ugyanis a leveses tányér aljából egy átlátszó gumicső vezetett ki, amely egy nagy tartály paradicsomleveshez ért. Így hiába fogyasztottak a résztvevők, az folyamatosan újra töltődött. Miután leállították a kísérletet, megkérdezték, hogy hogy ízlett, és hogy körülbelül mennyit fogyasztottak. Az újra töltődős csoport elmondta, hogy nagyon finom és laktató volt a leves, nem csodálom, és hogy körülbelül 2-3 deciliter lehetett 120 kalória értékben. Nos, a valóságtól egy kicsit azért messze lőttek, ugyanis 4-5 deciliter volt 260 kalória értékben, vagyis több, mint a kétszerese. A kísérlet jól bebizonyította, hogy milyen nagy mértékben befolyásolja a környezet a fogyasztásunkat. Vagyis nem feltétlenül a testi érzetekre hallgatunk, amikor például telítődünk, hanem a környezeti tényezőket vesszük alapul, amikor kiürül a tányér. És így előfordulhat az is, hogy beszélgetés közben akár egy fél liter paradicsomlevest is megesszünk. Te mennyire figyelsz oda a saját paradicsomlevesedre? Vagyis, hogy mikor hagyod abba az evést? Amikor eszel, kérdezd meg magadtól, mit érzek, mennyit ennék? És még a túlterítődés előtt, köszönd meg a finom vacsorát. A harmadik ok a
az érzelmi. Egy napon hazafele tartottam az egyetemről. Egy nehéz vizsgán voltam túl, ahol nem azt kérték számon, amit előre jeleztek. Nagy volt bennem a nyomás és a bizonytalanság érzés, hogy vajon sikerült-e a vizsga, vagy egy teljes fél évet fogok csúszni a tanulmányaimmal. Hazamenet, azon gondolkodtam, hogy egy nagyot fogok enni. Ezzel csillapítva a csalódottság és szomorúság érzését. De amikor hazaértem, egyik barátnőm hívott telefonon. Fél órán át beszélgettünk, majd mikor letettük, gondolkoztam, hogy mit is akartam csinálni. Emlékeztem, hogy valamit nagyon terveztem. Nagy volt bennem a meglepődés, amikor rájöttem, hogy ja, hogy én enni szerettem volna. De hiszen már nem is vagyok éhes. Óriási volt ez a pillanat, óriási felismerés volt ez a pillanat, hiszen rájöttem, hogy ilyen a világon nincs, hogy én annyira éhes vagyok, és ezután egyik pillanatra a másikra megszűnjön. Azonban a barátnőmmel való telefonbeszélgetés által csökkent bennem a nyomás és csalódottság érzése, és ez a sürgető késztetés az evés iránt is megszűnt, hiszen a megnyugtatásért nyúltam volna érte. Az étel és az evés szerepe megváltozott. Ma már nem csak a biológiai szükségletünket elégítjük ki az evéssel, hanem a lelki, érzelmi szükségleteket is. Gondoljunk csak arra, amikor magányosnak érezzük magunkat, és sütivel vigasztaljuk meg magunkat, vagy amikor idegesek vagyunk, vagy feszültek, és megesszük az addig elajándékozásra szánt csokoládét. De akár azokat a helyzeteket is említhetném, amikor unatkozunk, és 10 percenként nyitogatjuk a hűtőajtót, és csipegetünk. Ez utóbbi nasolásokat a karantén ideje alatt is megfigyelhettük magunkon. Nem véletlenül született meg a karantén kilók kifejezés sem. Kérlek, tegyétek fel a kezeteket, hogyha bármelyik is az előbb elhangzott példák közül előfordult már veletek valaha is. És most nézzetek körül. Lehet, hogy érdemes lenne komolyabban is foglalkozni a témával. Járjunk egy kicsit utána. Az éhség, főleg, hogyha érzelmi alapon jön, arra utaló vágy, hogy most azonnal jobban akarjuk érezni magunkat. És ez nem véletlenül alakult így. Minden étel, élelmiszer, alapanyag hat ránk. Hat az idegrendszeri folyamatainkra. Dr. Bernard Liam, brit kolumbiai egyetemi professzor, 200 fővel végzett kísérlete bebizonyította, hogy különböző ételpreferenciák egyértelműen együtt járnak adott érzelmekkel. Például lehangoltság esetén élénkítő, míg feszültség esetén nyugtató hatású vegyületeket tartalmazó ételek után nyúlunk. Hogyan működik is ez? Az ételekben található aminosav struktúrák két csoportra bonthatóak. Egyrésztről a hangulatmódosítók, ezek agyunk kémiáját, neurotranszmittereit befolyásolják. A másik az energiamódosítók. Ezek a vérnyomásra és pulzusszámra vannak hatással. Attól függően, hogy mit eszünk, energikusabbakká vagy nyugodtabbakká is tudunk válni. Te minek nem tudsz ellenállni, amikor feszült vagy? És mihez szoktál nyúlni, amikor fáradtnak érzed magad? Ezek a választásait nem a véletlen műve. Ezen kívül nem véletlenül nyúlunk édességért sem, hogyha jól szeretnénk érezni magunkat. A különböző cukrok drámai mértékben tudják aktiválni az agy dopamin jutalmazási rendszerét. És minél több jutalmat kap ez a rendszer, annál több stimulációra van szüksége. Vagyis ezért olyan nehéz megállni egy kockánál, ha már kinyitottuk azt a tábla csokit. Az első falat után ugyanis olyan biokémiai folyamatok indulnak el az agyban,
ami megnehezíti a leállást. Tehát környezeti és érzelmi okok miatt kezdünk el enni, de aztán meg biológiai folyamatok miatt nehéz leállni. Ezért fontos az első lépés, hogy tisztában legyünk az evésünk kiváltó okaival. Az érzelmi evés csillapításának megoldása az ételek utáni sóvárgás analízise lehet. Hogyha megfigyeljük és felismerjük, hogy milyen érzés rejtőzhet egy-egy sóvárgás mélyén, az csökkenteni, vagy akár meg is tudja szüntetni a túlevésre késztetést. Számomra nagyon fontos ez a téma, hiszen személyesen is érintett voltam benne. Körülbelül 8 évvel ezelőtt vettem magamon észre, hogy stresszesebb helyzetekben hajlamosabb voltam a túlevésre. Többet ettem, mint ami a szervezetemnek szüksége lett volna. És kezdtem nem jól érezni magam a bőrömben. Ez az érzés akkor fokozódott igazán, amikor egy se veled, se nélküled kapcsolat kellős közepén találtam magam. A kapcsolat bizonytalanságát az étel, az evés biztonsága váltotta fel. Akkor még nem tudtam, hogy milyen szoros összefüggés lehet az étkezési szokásom és a lelki állapotom között, de azt tudtam, hogy nem érzem így jól magam. Ekkor kezdtem el utána olvasni, hogy vajon mégis mi történik bennem. Ekkor szereztem tudomást az érzelmi evésről, az azt kiváltó okokról, és a különböző technikákról, amik tudnak annak leküzdésében segíteni, valamint az idegrendszeri folyamatokról. Egy nagyon izgalmas, önismereti útra leltem, rengeteg, néha fájdalmas felismeréssel karöltve. Megtanultam felismerni és megélni az addig étellel elnyomott érzéseket, és ma már egy sokkal szabadabb, örömteribb és teljesebb életet élhetek. Fontosnak tartom annak felismerését, hogyha elkezded megfigyelni magad. Ha elkezded összekötni, hogy mikor történnek a túlevések, rászmélhetsz arra, hogy vajon melyik érzést nem feltétlenül engeded meg magadnak, hogy megéld. És helyette inkább elkezdünk enni. Mert abban a pillanatban, abban a negyed órában nem kell foglalkozni, nem kell küzdeni azokkal az érzésekkel. Azonban ez csak egy pillanatnyi megnyugvás. Egy negyed órányi megnyugvás, mert ugyanúgy vissza fog térni, ugyanaz a probléma. Csak immáron mondjuk 150 vagy 300 kalóriával többel, ami éves szinten, gyakoriságtól függően plusz 1, 2, 4, 5, de 10-15 kilogrammot is jelenthet. Nekem annak idején a meleg csokis tekercs jelentette a megszökést. Rengeteg mindenkivel kezdtem el beszélgetni a témáról, és kiderült, hogy a négy fal között ők is küzdenek ezzel. Sokkal többen vagyunk, mint azt gondolnánk. Mielőtt ételhez nyúlsz, kérdezd meg magadtól, mit érzek, miért ennék. És hogyha a válasz az, hogy valóban éhes vagy, akkor edd meg azt az ételt, teljes ottléttel, mindful eating-el. Élvezd minden zamatát, minden harapást, minden ízt. Érezd, ahogy ez az étel a részletté válik. De hogyha a válasz az, hogy ez az evés most nem az ételről szól, hanem arról, hogy valami elől menekülök, vagy az unalomról, vagy hogy ne kelljen valamivel szembenéznem, dönthetsz úgy, hogy valamilyen más formában megéled, vagy levezeted azt az érzést, érzelmet. De mi tudna ebben segíteni? A saját magam megsegítésére találtam ki egy applikációt, ami azokban a helyzetekben volt hivatott segítséget nyújtani, amikor ez evés tűnt megoldásnak. Sikerült választ kapnom arra, hogy hogyan tudom egészségesebben levezetni a stresszt, megélni a szomorúságot, vagy hatékonyabban eltölteni az unalmas, evésre sarkalló perceket. Az applikáció által azt a pillanatot szeretnénk megragadni,
amikor a felhasználó valamilyen érzelem hatására nyúlna enni. És nyújtunk számára konkrét, élettanilag alátámasztott tippeket és tanácsokat, hogy hogyan tudná azt konstruktív formában levezetni. Az applikációt kiegészíti egy kis eszköz, amit olyan helyszínekre lehet felhelyezni, ahol hasonlóvalókat tárolunk. Például konyhaszekrény, fiók. Nyitás hatására elindul az applikáció a telefonunkon, amely rákérdez az aktuális érzelmi állapotunkra. Mit érzel? Miért ennél? Az applikáció és az eszköz révén tudatosabbá tudunk válni az érzelmérzéseinket illetően. Hogyha szeretnétek kipróbálni, vagy érdeklődtök iránta, akkor a www.tudatosanegyel.hu-n tudtok rá regisztrálni az e-taver applikációra. A cél nem az, hogy mostantól már soha ne legyen érzelmi evésünk, hanem hogy sokkal tudatosabbá váljunk azzal kapcsolatban. És elkezded érezni, hogy visszakerül hozzád a kontroll, és megszületik benned a felismerés, hogy igenis képes vagy változtatni. Így az étel visszanyerheti eredeti funkcióját, hogy ne az érzések megélésére használjuk, hanem újra minket szolgáló, tápláló tevékenység legyen, ami életenergiával tölt fel. És így sokkal kevesebb ételmennyiséget szükséges ahhoz, hogy teljes és minőségi életet élhessünk. Ha tudatosítjuk mind a három tényezőt, a biológiait, a környezetét és az érzelmét, sokkal tudatosabban tudjuk meghozni azt a 200 döntést. És ez hatással lesz az életmódunkra, a testsúlyunkra és a közérzetünkre is. Ezért fontos az első lépés. Mielőtt enni kezdenél, kérdezd meg magadtól, mit érzek, mit ennék, mennyit ennék, miért ennék.